Ez a több mint 140 éves múltra visszatekintő Józsa András Múzeum honlapja, az intézmény küldetése, hogy munkatársai kutassanak, oktassanak és szórakoztassanak is. Ezért is indították el a Hónap műtárgya című kezdeményezésüket. A cél, hogy a múzeum különböző gyűjteményeiben rejtező kincseket, vagy eddig még nem, esetleg már régen látott műtárgyakat tárjanak a nagy közönség elé. Az erre a célra szolgáló vitrínben szeptemberben 9 római ruhakapcsoló tűt mutatnak be. A régészek több mint 10 éve találták ezeket. Eleve egy kicsit extra a formájú, tehát ezeket úgy kell elképzelni, mint a brosokat. Tehát igazából viseleti elemek, de hát azért ez a népesség, akik itt éltek, ez egy iráni népesség, rendkívül csiricsár és színes viseletben járkáltak, hogy nagyon szerették ezeket a díszes kapcsolótüket, amelyek általában bronzból készültek, de nagyon jó a kérdés, mert van közöttük egy rendkívül ritka példány, amelyik ezüstből van. Ezeknek rendszerint a fejlapja díszítette egy kicsit, de önmagában véve, hogy a vállokon csillogott, azért szerették. A Felsősima környékén még az autópálya építése előtti ásatáson talált tűket hamarosan az október hónap műtárgya váltja. Októberben egy vajformázó edényt tár a nagyközönség elő Ratkó Lujza kolléganőnk, ugye ő a néprajzi osztály oszlopos tagja. Ez egy nagyon szépen formázott fa dobozka, tulajdonképpen arra szolgált, hogy a vajat ebben szállították a piacra, és amikor ezt kiterítették a vevő elé a pultra, akkor a vaj ennek a fa edénynek a lenyomatát magára öltve nagyon ízlésesen, gusztusosan lett tálalva. A múzeum pedig októberben is több színes programot szervez, majd többek között a hónap közepén krúdi napokat tartanak, az érdeklődők pedig a restaurátori munkával is megismerkedhetnek.